Az egyik újdonság a fesztivál 0. napjának bevezetése, amely egyrészt megkönnyíti a bejutást, másrészt színvonalas szórakozást ígér. Augusztus 1-én fellép például a világ legjobb jazzgitárosának választott Ádi Meola, de tánczene is lesz a programok között. Az elektronikus vonal képviselőinek a 4. nap kedvez majd, és a palettáról természetesen a hagyományosnak mondható rockkoncertek sem hiányozhatnak. Változás, hogy a futballpályán nem 3, hanem 2 színpadot állítanak csak fel, és ezt is elforgatják majd azért, hogy a hangos zene kevesebb városlakót zavarjon majd. Ez nem kivitelezhető, hogy ne hallják ezt a rendezvényt a városban, mert ugye ilyen szintű külföldi produkciókat már nem lehet kiszolgálni 2 darab Vermana hangfallal, ami annak idején még nyilván elég volt. Én úgy gondolom, hogy ez lakossági hozzáállás függő, és nagyon bízom benne, hogy azáltal is, hogy én most ezt külön kérem a lakóktól, hogy a lehető legnagyobb türelemmel és empátiával viseltessenek a rendezvény iránt. A város önkormányzata 20 millió forinttal támogatja a rendezvényt. A polgármester szerint azért, mert a fesztivál 10 000-eket mozgat meg, és nem csak a helyi vendégek számára, hanem a turistáknak is vonzó programokat kínál. Ez pedig iparűzési adóban, valamint a helyi kis- és középvállalkozások pénztárcájában is megmutatkozik. A turisták napközben fehérvári éttermekben, kávézókban, sörözőkben töltik az időt, múzeumban járnak, itteni panziókba, szállodákba, vagy éppen kempingekbe keresnek szálláslehetőséget. Tehát igenis ez a fehérvári kereskedőknek is segít, több napon keresztül egy komoly megrendelést ad. A 4 napos fesztiválra számos hazai és külföldi zenekart várnak a szervezők. A legnagyobb durranásnak a Machine Head koncertje ígérkezik, de várhatóan sokak látogatnak ki, például Péter Fipori, a Kis Csillag, az Edda és a 30Y koncertjeire is.